A tél általában a vadállatok számára a legkeményebb időszak. Az elmúlt hetek enyhe időjárása azonban mind az apró, mind pedig a nagyvadak populációjának kedvezett. Ehhez persze szükség volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vadászok és vadgazdálkodók munkájára is, akik megfelelő mennyiségű élelemmel látták el az állatokat a hidegben. Fazekas Gergely megyei titkár televíziónknak elmondta, a vadásztársaságok számára igazán a tél vége jelenti a szezon kezdetét, ekkortól kezdődnek el ugyanis az új évre vonatkozó adminisztrációs munkák. Többek között ugye ebben az időszakban, itt februárban kell eleget tenni a különböző jelentési kötelezettségeiknek, miből mennyit ejtettek el, mi a tervük jövőre, nyilván ez pedig egy vadbecslés alapozza meg. Tehát nem csak hasonlítésszerűen írnak be számokat, hanem komoly becslő munkával, területbejárással állapítják meg, hogy melyik vadfajból mennyi van, mennyi várható szaporulatban, innentől kezdve számolás kérdése, hogy mi az a mennyiség, amit majd jövőre elejthetnek belőle. Ezek mind ebben a téli időszakban zajlanak. Több megyei vadásztársaság is jelentős fejlesztésekbe foghatott egy pályázatnak köszönhetően. Fazekas Gergely elmondta, hogy leginkább vadföldek felújítására, vízellátó rendszerek bővítésére, illetve vadászható vadak kártevőinek csapdázására igényeltek pénzt a társaságok. Az Országos Magyar Vadászkamara 2017-ben hozta létre a vadgazdálkodási alap néven nevezett pályázati rendszert, ahol gyakorlatilag a befizetések egy részét elkülönítve, amit a vadászkamarához érkeznek, tudják visszaforgatni a vadásztársaságok fejlesztésbe, jellemzően élőhely, illetve vadgazdálkodási fejlesztésekbe. Hál' Istennek itt a megyénk nagyon aktív ezen a téren. Idén 37 társaság pályázott, 77 darab pályázat került leadásra, tehát látható, hogy egy társaság több mindenre is pályázott, és 53 pályázat kapott pénzt, és 7 másik pályázat, tehát összesen 60 olyan pályázat volt, ami jól sikerült, de 7 sajnos forráshiány miatt nem került támogatásra, a maradék pedig nem felelt meg a követelményeknek. A Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete február 29-én ismét megrendezi megyei jótékonysági vadászbáját, melynek bevételét ebben az évben is a Józsa András Oktatókórház újszülött osztályának ajánlják fel.